Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Megkezdődött a fűtési időszak, sőt már október 15-től mondhatjuk, hogy tart ez a szezon. A stúdión vendége Szóter Ákos, a Szépfőz ZRT vezérigazgatója. Jó estét, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm, köszönöm én is a meghívást. Ugye itt a fűtési időszakkal már foglalkoztunk a Fehérvár televízióban, a hírműsorunkban is beszámoltunk, hogy szeptember 15-től már gyakorlatilag, ha az időjárás és a lakóközösség úgy kívánta, akkor melegedhettek a radiátoroknál, de október 15-től mondhatjuk azt talán, hogy a város minden részében már elindult ez a távfűtési idény. Szeptember 15-től rendelkezésre állási időszaka van a távhőszolgáltatónak, ami azt jelenti, hogy ahol igény mutatkozik és ahol kérik, ott elindítjuk és el kell tudnunk indítani a fűtést, amennyiben a háznak a saját rendszere ezt megengedi, de a távhőszolgáltatói oldalról nekünk készen kell állnunk. És október 15-től, amikor a fűtési idény indul, akkor pedig mindenütt elindítjuk a fűtést, ahol ezt nem tettük korábban kérésre. Mennyire kell felkészülni arra, hogy valóban mindenhol el tudjanak indulni a radiátorok és melegben töltsék az estéket a fehérváriak? A fűtési oldalról ez kétszereplős ez a történet azért, hogy el tudjon indulni a fűtés, mert maga a rendszer az úgy épül föl, hogy a távhőszolgáltató felelőssége és felügyelete alá tartozik egészen a hőközpontokig a rendszer, de a házon belül a szétosztás, a lakásokba hogyan jut el a meleg, radiátorokba hogyan jut el a meleg, az már a háznak a belső rendszere, ami hát részben közös tulajdon, a közös részek, illetve hát a lakástulajdonosoknak a magántulajdonában van. Tehát ezekre már a távhőszolgáltatónak nincsen ráhatása. Tehát itt találkozik a kettő, hogy egyrészt a távhőszolgáltatónak kell tudnia a meleget elszállítani a házakig, másik oldalon pedig a háznak kell a saját rendszerén keresztül eljutatni egészen a lakókig. Mi az, amit mindenképpen érdemes ilyenkor átvizsgálni, akár a távhőszolgáltató, de akár a társasházak a közösségek szempontjából, hogy valóban gördülékenyen zajljon ez a folyamat? A legnagyobb problémát az szokta okozni, hogy rendszeresen az felújítások, karbantartások, átalakítások miatt a házakban leürítik a fűtési rendszereket, és mi hiába juttatjuk el, hiába állunk készen, hogy eljutassuk a hőt a hőközpontokig, hogyha a ház belső rendszere képtelen átvenni, mert levegő van benne és nem víz, akkor ez problémát okozhat. Tehát szeptember 15-e után is, hogyha egy üres rendszerrel találkozunk, akkor mi hiába szeretnénk indítani a fűtést igényre, nem tudjuk ezt megtenni. Tehát mindenképpen fontos az, hogy ez a szeptember 15-ig bezárólag a házaknak a belső rendszer az visszatöltésre kerüljön. Ha már említette a házak belső rendszerét, ugye nagyon sok helyen cserélik pont a leállási időszak alatt akár a radiátorokat, akár a csöveket, bármiféle átalakítást elvégeznek, és hát gyakran ilyenkor a fűtési időszak kezdetén derül ki, hogy aztán ezt nem jól tették meg. Tudnak ebben segíteni, a Szépfőtől kaphatnak-e tanácsot, vagy hogy érdemes ennek a munkának nekilátni? Van ennek jogszabályi háttere is. Tehát minden egyes átalakítás, ilyen jellegű átalakítás, itt beleértve a radiátorcserét, a csöveknek az áthelyezését esetleg, ez mind-mind olyan, amivel a távhőszolgáltatót meg kell keresni és a hozzájárulásunkat kérni. Korlátos, amit mi ebben tenni tudunk, mert tapasztalataink szerint azért az egykoron kiépített és jól szabályozott rendszereket már nagyon sok helyen átalakították. Tehát nagyon sok radiátorcsere történt, a bekötéseket megváltoztatták, és ebből kifolyólag ez az együttműködő rendszer, ez ma már nem úgy működik, mint amikor annak idején megtervezték. És amit mi mondani tudunk, mivel magára a rendszerre rálátásunk nincs, tehát nincsenek birtokunkban olyan aktuális tervek, ami alapján tudjuk, hogy most jelenleg hogyan üzemel, ezért igazán azt a radiátort, amit le szeretne cserélni az illető, azt tudjuk megmondani, hogy milyen radiátorra lehet lecserélni, hogy ne változzon meg ez a jelenleg kialakult rendszer, ami szeretném hangsúlyozni, nem biztos, hogy tökéletesen jól működik. Illetve amiben még tudunk segíteni, azok az olyan ökölszabályok, amelyek a bekötésnél fontosak, amire oda kell figyelni ahhoz, hogy ne roncsunk a jelenlegi állapoton, tehát ne legyen esetleg az, hogy az illető kicserélte a radiátort, bekötést elrontotta, leszűkítette, megnőtt az áramlási ellenállás, és például a víz, aki tudja a fizikát, az nem hajlandó már följebb menni, és a felsőbb emeleteken pedig fűtési hiány lép fel. Gyakran történnek ilyen problémák? Sajnos igen.
És itt a probléma, hogy jellemzően a lakók ilyenkor bennünket keresnek meg, ami teljesen érthető, hisz a számlát is tőlünk kapják, és mi vagyunk a távfőszolgáltatók, de általában azt tapasztaljuk, hogy a hiba nem a mi rendszerünkben van, hanem a háznak a saját rendszerében. És még azt sem merem állítani, hogy az első átalakítás okozza ezt. Tehát nem egyszer az a probléma, hogy megtörténik egy átalakítás, semmi baj, második, semmi baj, harmadik, és így tovább is lehet, hogy az ötödik, hatodik átalakítás az, aminél kijön az együttes hiba. És akkor visszavezetni arra, hogy tulajdonképpen ki is rontotta el, ki nem csinálta helyesen, ki kötötte be rosszul esetleg, vagy mi okozza ezt az egészet, ez egy halmozati hibaként, hát ez nem egyszerű föltárni. De akkor van megoldás, létezik megoldás ilyen esetekre is, vagy érdemes akkor mindenkinek összülni, és gondolom az egész ház egészének megvitatni ezt a dolgot? Hát ilyenkor elsősorban a feladat a közös képviselőre, vagy a lakásszövetkezetekre hárul, hogy ők próbáljanak meg végigmenni a rendszeren, bejutni. Mi szakmai tanácsot tudunk ebben adni, tudunk segíteni abban, hogy ténylegesen a véleményünk szerint hogyan kellett volna ezt megoldani. De ez egy nagyon-nagyon nehéz história, hogy utána végigmenni ennek. Tehát igazándiból a legjobb az lenne, hogyha kezdetén már lenne egyfajta kommunikáció itt a közös képviselő, illetve a lakók között, és az átalakítások már úgy történnek meg, hogy már kizárjuk annak lehetőségét is, hogy ilyen hiba legyen később. Az átalakításoktól eltekintve, mi az, amit érdemes minden fűtési idényben elvégezni otthon? Érdemes mondjuk légteleníteni a radiátorokat, megnézni, hogy azért melegszik-e, vagy nem melegszik-e az a radiátor, mert mondjuk esetleg magában ott a mi rendszerünkben van a hiba. Milyen ilyen praktikus tippeket tudna javasolni? Hát mindig szoktuk kérni, hogy amikor a fűtési idénynek vége van, akkor legyenek szívesek kinyitni a radiátorokat, tehát radiátorszelepeket kinyitni teljesen. Ugye nincs fűtés már, tehát attól nem kell félni, hogy ott valami fajta mérés történik, vagy valami hőmennyiség áramlik át, amit esetleg később kiszámláz a távfőszolgáltató. Ugyanakkor viszont meg lehet azt akadályozni, hogy egy leürítés során akár víz maradjon a radiátorban, vagy később levegő, és emiatt, amikor majd újra töltésre kerül, akkor beszoruljon a levegő, és újra vissza kelljen menni légteleníteni, vagy mondjuk a szelep letapadjon. Ez is egy jellemző probléma, hogy a termosztatikus fejjel rendelkező szelepek letapadnak, és amikor indul a fűtés, akkor egyszerűen nem nyitnak ki, tehát nem működnek rendesen. És hát egy október 15-én igaz, hogy ilyen indul a fűtési idény, de azért még utána tapasztalataink szerint azokon a helyeken, ahol volt leürítés a nyári időszakban, oda többször vissza kell mennünk ahhoz, hogy a légteleníteni az megoldódjon. Fűtési idény, és említett, hogy ugye önöket keresik, mert hogy a számlát önök állítják ki. Gondolom, hogy rendszeresen fordulnak, jellemzően nem október 15-én, hanem amikor az elszámolási időszak van, a különböző költség megosztók kapcsán is a Széphőzi RT-hez. De hogyha jól tudom, ez nem az önök feladata, nem önökhöz tartozik, a számlát nyilván önök állítják ki. Igen, a költség megosztók az egy érdekes helyzet, mert biztosan nem egyszerűen megérthető ez a felállás, de a költségmegosztásra a költségmegosztó céggel ténylegesen a ház szerződik, a társasház. Tehát nekünk közvetlenül a költségmegosztó céggel ilyen formán nincsen kapcsolatunk. A ház fölkéri, leszerződik arra ezzel a céggel, hogy azokat a költségmegosztókat, amiket felszereltek, azokat leolvassa, ezeket megfelelően a korrekciókkal ellátva kiszámolja, szétossza, és az a mennyi hőmennyiség, amit az általunk hitelesítetten használt hőmennyiségmérőkön megmérünk, azt a hőmennyiséget, és ezt ki is számlázzuk egyébként légtérfogat arányába jellemzően mindenütt, azokat milyen arányban kell újraosztani. És erre kapunk mi utána a költségmegosztós cégtől, de tulajdonképpen ez olyan, mintha a társas háztól kapnánk, itt egy egyszerűsítés van csak a folyamatban, amit sokszor félre szoktak érteni, hogy hát de mi vagyunk velük kapcsolatban. Igen, mert nem várjuk meg, hogy a költségmegosztós cég elküldje ezt a társasháznak, a társasház elküldje nekünk, hanem akkor beszoktuk fogadni közvetlenül. De ténylegesen ez a kapcsolat, ez nem egy jogi viszony, és megkapjuk a költségmegosztó cégtől ezt a felosztást, és ez alapján mi elkészítjük az újrafelosztást. Itt nem történik már plusz bevétele a távfőszolgáltatónak, itt a már ténylegesen kiszámlázott hőmennyiség kerül újraosztásra, tehát egyszerűen mondhatnám azt, hogy a lakók
egyik lakótól a másikhoz áramlik a pénz, és csak rajtunk keresztül, de ténylegesen ebben már a távfőszolgáltatónak ilyen formán más szerepe nincs, mint hogy ezeket a számlákat kiállítja. Igen, hiszen a távfőszolgáltató az gyakorlatilag tudja a ház egészének a hiteles fogyasztását, hiszen, hogyha jól tudom, akkor gyakorlatilag az egyetlen egy hiteles mérőeszköz az a szép hőmérőeszköze, ami a háznak az egész fogyasztását méri. A hőközpontban van egy hitelesített hőmennyiségmérő, hogy ezt jogszabály írja elő, hogy nekünk ezt ilyen formán hitelesített állapotban kell oda behelyeznünk, és figyelünk is arra, hogy amikor ennek lejár a hitelesítés, akkor természetesen azonnal cseréljük, hitelesíteni visszük, tehát ez egy folyamatos projekt minden évben. Megvan az, hogy a több mint 500 hőközpontunkban évente mennyit kell cserélni, és akkor ezeket visszük, ezeket a hőmennyiségmérőket hitelesítetni. Erre szükség van, mert ez jelenti az elszámolásnak az alapját. A költségmegosztók, mint a nevében is benne van, ez csak osztásra szolgáltat, egy arányt jelent. Nem tényleges hőmennyiséget mér, nem is mérőeszközök, hanem csak egy arányosításra alkalmas eszköz. És akkor azt mi alapján méri? Vagy ez egy bonyolult folyamat, gondolom? Ténylegesen a költségmegosztó működési elve az a radiátornak által leadott hőmennyiség arányában számol. Tehát azt, hogy az a radiátor mennyi hőmennyiséget adott le, azt számolja, azt jelzi ki, hát amelyiken van kijelző, és az alapján az érték alapján összehasonlítva egymáshoz képest a házban lévő költségmegosztókat, ez alapján képződik a nagy egészből arányosítással a kis rész. Tehát akkor az egy arányosító eszköz, talán fogalmazhatok így? Igen. Mi a tapasztalat egyébként? Mekkora nagy különbség van ott, ahol mondjuk átalánydíjat fizetnek, és ott, ahol ilyen mérőeszközökkel rendelkeznek? Vagy csak egy, hogyha ilyen nagyságrendet tudna mondani, mert nyilván gondolom, hogy ilyen külön számok most erre nincsenek rendelkezésre. Nehéz összehasonlítani. Bár szoktunk ilyet csinálni, és ez mindig vita is szokott lenni, hogy most tulajdonképpen ez igaz vagy nem igaz, mert tényszerű az, hogy a költségmegosztók behozatalával és a költségmegosztók arra sarkalják az embereket, hogy takarékoskodjanak. Tehát ez kétségtelen pozitívuma, viszont amint látjuk, ez a takarékoskodás ez nem egyszer átcsap túlzásokba. Tehát amikor a házakban már, a lakásokban nem fűtenek, mert a környezetemben lévőktől majd én kapok annyi meleget, mert ugye a falak azok nem szigeteltek ezekben az épületekben, nem a közfalak, és annyi meleg átáramlik, hogy nekem igazándiból nem jelent ez problémát, és egy bizonyos szinten már megvan az alaphő, esetleg egy kicsit ráfűtök valami egyéb fűtéssel, ebben az esetben a fogyasztásom nulla, de ugyanakkor viszont a többieknek, a környezetemben élőknek többet kell fűteniük, mert őtőlük van az én hőmnek is egy része. És ez egyfajta túlzott takarékoskodás már, amit mi rendszeresen tapasztalunk, illetve a másik tendencia ez a csőrőfűtés. Ugye átmennek a felszálló csövek a lakásokon keresztül, megemelik a hőmérsékletet, megemelteti a ház a hőmérsékleteket, és magasabb hőmérsékletű csövek, ezek mondjuk úgy, hogy ingyen fűtenek, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha ingyen fűtenének. Ugye évekkel ezelőtt a jogszabályalkotó azért hozta be a költségmegosztásnál azt, hogy a ténylegesen elfogyasztott hőmennyiség 30-50%-át akkor is légtérfogat arányában kell felosztani, hogyha vannak költségmegosztók, mert így igazságosabb a rendszer, mert nem lehet szétválasztani. Tehát ezek a házak, amikor megépültek, ezek nem erre lettek kitalálva, tehát nem így lettek megépítve. Egészen más rendszerűek, és itt a felszálló strangokkal, a függőleges elosztással, nem viszintes elosztású rendszerre gyakorlatilag benne van az, hogy a költségmegosztók csak nagyon korlátozottan tudnak jól működni. És amikor a tapasztalataink szerint, ha egy ház úgy dönt, hogy nem használja tovább a költségmegosztókat, akkor ugye azt szokták mondani, hogy de hát akkor onnantól kezdve nem takarékoskodnak. Én úgy gondolom, hogy ahogy megszokjuk azt, hogy a PET palackokat egy idő után szelektíven gyűjtjük, holott nem kapunk érte feltétlen pénzt, nincsen közvetlen anyagi hasznunk, de tudjuk azt, hogy a jövőnek tesszük mindezt. Ugyanúgy az emberekbe is, ha beépült egyszer az, hogy az energiával takarékoskodjanak, ez egy szemlélet kérdése, akkor adott esetben takarékoskodni fog. És ha az egész ház fűtött, minden része fűtött, akkor egy sokkal, de sokkal kiegyenlítettebb hőtérképe van,
aminek következtében nő a komfortérzet, egyenletesebb az elosztás, és tapasztalataink szerint nincs drasztikus különbség a költségekben sem. Tehát nem jelenti azt, hogy sok 10 000 forinttal fizet valaki azért többel, mert eddig költségmegosztóval volt, most meg költségmegosztó nélkül. Az imént említette, ugye a jogszabály is ezt írja elő, és 30-50%-os osztás. Van egy EU-s irányelv, ez most pontosan mit akar jelen pillanatban, ami ugye a költségmegosztókról szól, és erre is szoktak gyakorta hivatkozni, hogy az kötelezővé teszi. Igen, az EU-s irányelv valóban megfogalmazza azt, hogy a költségmegosztókat milyen környezetben, hogyan kell a jövőben alkalmazni. De ugye ez egy irányelv, ez azt jelenti, hogy ezt a magyar jogszabályokba valahogy át kell ültetni. Eddig annyi történt meg, hogy a két esetben kell kötelezően a költségmegosztást bevezetni. Egyrészt, ha új építése az ingatlan, akkor már gondoskodni kell a költségmegosztásról, illetve hogyha jelentős átalakítás történik az ingatlanon belül, vagy az ingatlanon, abban az esetben kell ezt és kötelező. Egyéb esetekben nem, tehát meglévő rendszereken jelenleg nem kötelező a költségmegosztók alkalmazása, nem kell felszerelni. Az, hogy ez a jövőben változni fog-e még, a magyar jogrendben lesz-e más szigorítás, azt nem tudom megmondani. Én köszönöm szépen, hogy itt a rendelkezésünkre állt, és én azt gondolom, hogy nagyon sok kérdésre sikerült választ adni a fűtéssel, a távfűtéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Minden egyéb érdekességgel, részlettel kapcsolatban érdemes böngészni a Szép Hőnek a weboldalát is, hiszen ott nagyon praktikus információkat megtalálnak a www.szép-hő-ékezetek-nélkül.hu elérhetőségen. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!